Központilag nem lesz őszi szünet. Többek közt ezt jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Mindenre a spórolás miatt lesz szükség, így hosszabb lesz a téli szünet, amely december 22-től január 8-áig tart az iskolákban. Ebben az időszakban kormányzati igazgatási szünet is lesz, ennek során az érintetteknek kötelezően ki kell venniük szabadságot. Gulyás Gergely a kormányi fó elején elmondta, hogy Magyarország a legnagyobb támogatási programot biztosítja a rezsi támogatására a családok számára. Átlagosan 181 ezer forint jut egy háztartásra. Emellett arról is szó esett, hogy az önkormányzatok esetében Balla György feladata lesz, hogy koordinálja a tárgyalásokat a helyhatóságokkal a kiadáscsökkentésről, csökkentésről, főleg az energetikai területen, ezért minden önkormányzattal külön-külön fognak tárgyalni. A kormány számára továbbá kiemelt fontosságú, hogy az elit helyett az emberek döntsenek, ezért nemzeti konzultációt indítanak a brüsszeli szankciókról, amelyel kapcsolatban a kérdéseket a következő napokban mutatják be, ezekre pedig klasszikus módon, papíron és online is lehet majd válaszolni.